Az ungvári járási Nagy-Dobrony Kárpátalja legnagyobb magyar települése. Stratégiai cél, hogy az ukrajnai közigazgatási reform során ne csatolják ukrán településekhez, hanem központként hozzácsatlakozzanak a környező magyar települések. Egy 12 000 lakosú, önálló, erős új közigazgatási egységet ukrán nevén Hromádát alkotva. Nagy-Dobrony egy szimbolikus település Kárpátalján, a legnagyobb magyar település Kárpátalján. Mi a helyzet a közigazgatási reformmal? Mik a tervek, mik a kilátások? Maradhat-e önállóan egy közigazgatási egység központja Nagy-Dobrony, vagy esetleg más tervek is vannak? Az az igazság, hogy a megyében folyik nagy vita ebben. Ugye be kell adni a kormányzónak ezt a perspektívus plánt a megyei tanácsnak. Na most az utóbbi hírek szerint, hogy olvastam, Nagy-Dobrony nincsen benne, de viszont a térképen rá van rajzolva. Nagyon nagy felháborodással olvastam. Úgy látszik, az információ nem pontos. Na mi a lényeg? Itt nekünk terv szerint Csongor, Bereg munkácsi járás, Nagy-Dobrony, Kis-Dobrony, Tisza Ágtelek. Ez a négy település beleegyezett, hogy egyesülünk. Egy körlevelet elküldtem. Aláírták a körlevelet is, minden polgármester, ők már megbeszélték otthon. De viszont a múltkori gyűlésen, mikor itt voltak Kijevből az illetékes minisztériumból a képviselői, Nagy-Dobrony nem szerepelt, mint vagyis csap, bátyú. Hogy menjünk a csaphoz vagy bátyúhoz. Nekem egy óra hosszáig tulajdonképpen kell bizonygatni, hogy miért kell nekünk lenni. A lényeg az, Csongor, Nagy-Dobrony, Kis-Dobrony, Tiszáktelek, mezőgazdasági faluk. Mindenki mezőgazdasággal foglalkozik. Mentalitás egy. Korai zöldség, fólia, stb. Itt ezt figyelembe kell venni, mert csak mechanikusan összevágni. Bátyhoz mi közünk van, mikor ott vasút. Nominál a vasút, meg ilyesmi, sose foglalkoztak mezőgazdasággal. Nincsen közös érdekünk, nincsen közös témánk. Csap, az úgy, hogy csaphoz menni. Na, a csap akarnak egy ilyen központot csinálni. Ez még most sincs kizárva, de végül is a nagy vita keretében meggyőztem a kijevieket, hogy Nagy-Dobronynak lenni kell. Beírták, és a megyei kormányzó is beleegyezett, hogy vigyük bele. Na de ott politikai dolgok is történnek, látszik. Adtak kérdéseket nekem. Van-e ukrán iskola, van-e ukrán falu, és a többi. Hát nekünk minden kritériumból megfelelünk, csak az ukrán iskolából nem, mert én azt mondtam, ha lesz igény a gyerekeknek, hogy járjanak ukrán osztályba, akkor mi nyitunk ukrán osztályt. Annak nincs akadálya. Iskolát nem nyithatunk, mert 6 000 embernél egy magyar iskola, ami régen már működik, még a szövetrendszerből is, mi azt nem fogjuk áttenni, de nincs is olyan követelmény. Viszont ukrán osztályokat lehetek, nincs szakember, mondom, azt úgy kell, hogy hívni szakembereket, annak adni lakást, annak adni kommunális ellátást, minden. Azt mondta a kijevi megbízott, hogy ők eztet még, ha mi ezt megcsináljuk, állják a költségeket. Ezeket a költségeket már annyira előre haladtunk ebbe. Plusz Kis-Dobronyi községhez tartozik Dimicső. Van egy olyan falu, kettő, de egy falunak számít, Dimicső. Dimicső 425 lakos, tiszta ukrán emberek laknak ott. Ez egy plusz. Hogy ne legyen az a kérdés, hogy csak magyarok állnak össze, mondjuk, hogy ne. Pedig ebből nem csinálom semmi politikát, abszolút nincs ebben politika, csak így érvelünk célszerűen a gazdaság meg az életbe. Ez is egy nagy plusz lett nekünk, hogy Dimicső is ott van. Na, Dimicsőt nem lehet kivenni onnan Kis-Dobronyból, mert ők a földök, egy minden, azt lehetetlen elosztani. Még azt szívesen beveszünk Kis-Dobronynal együtt. Úgyhogy meg tudtuk győzni, hogy vegyék be. Na de, ahogy figyelem az interneten, nem tudom most mi az ábra, mi az igazság, mert nagyon nem jó lenne, ha minket kirekesztenének ebből. Egyszerűen összeomlana egy világ az emberekbe. Itt Csongorral, mikor volt a múltkor az árvíz veszély, a csongoriak semmi nélkül csak átjött 50 ember nekünk segíteni a zsíripet elzárni. Itt már megvan olyan, olyan döntés, hogy tulajdonképpen mi egy évig fogunk tartozni.
egy hromáda lesz, egy község lesz, úgyhogy mondom, mentalitás, a munka, a mezőgazdaság, ez összetartsa az embereket. És ez nem kis tényező, hogy most összevonjuk bárkit, és utána megkezdődnek a viták. Ez hosszú idő kellett, hogy ez így összeálljon már Kisdobronnyal is, Tiszáktelekéről és Csongorral is. Ez már vagy 2 éves vita megyen ezen, hogy vita, beszélgetés, párbeszéd, minden. Úgyhogy ezek a falak benne vannak, hogy egy közös központ legyen. Na hát természetesen utána jön a mindennapi munkák. Nem az a lényeg, hogy Dobronyban összpontosodjon mindjárt. Kisdobronyban ott van a községház. Bizonyos dolgokat oda átviszünk, szociálist, vagy nyugdíjalapot, Csongorra megint valami átviszünk. Úgyhogy úgy működjön, mint egy nagy család. Én úgy látom ezt, és ennek nincs akadálya, csak a megye fogadja el. Mi megtettük az első lépéseket. A szesszián, magyarul az ülésen elfogadtuk. Utána volt társadalmi meghallgatás, Ramesz Kiszlukhanya múlt héten meg volt. Most a mai napi szesszián ezt a társadalmi meghallgatást meg fogjuk erősíteni. Utána fordulok minden a 3 községhez levele, hogy nekünk ilyen döntések jött, és ez egy felkéréshez hozzájuk, hogy társuljanak ehhez a dologhoz, amiben belefogtunk, hogy nagyon legyen a központ ezekkel a falakkal. Úgyhogy mi beindítottuk ezt a menetet, mihent megkapjuk a választ a többi községtől, rögtön viszem be a megyére, viszem be a közigazgatáshoz, a megyei kormányzóhoz, meg aki foglalkozik a decentralizációval, annál az illetékes emberekhez. Hogy mi csináljuk eztet. Kievül azt mondták, aki az idén, vagyis nem biztos, hogy az idén, lehet, hogy az első negyed évben, 2020-ban nem áll össze önkéntesen, mint most, akkor vidna perspektívna a plán, vagyis a perspektívus plán szerint lesznek alakítva a hromádák, a közösségek. Nekünk úgy is jó, ha minket bevisznek oda, mint központot, akkor már nincsen semmi akadálya. Na de azért, hogy még ne legyen, mi addig be akarjuk nyújtani a megyébe ezt a minden papírokat, ami szükséges. Hogy még az idén, lehet, hogy még az idén érkezünk meg is csinálni. Na választás nem lesz, úgy néz ki már, csak 2020-ban lesz a választás. Viszont a hromáda attól megalakulhat, folytassa a ilyen összeállításban, hogy lesznek, csak sztárosztának fogják hívni, nem tudom magyarul, hogy nevezik, ez a terminológiák van furcsák nekünk. A többi falvakot, itt meg lesz a polgármester már az összevont településekről, és utána pedig 2020. októberében lesz a választás. Így néz ki jelenleg a helyzet. Csinálni kell, és mi nem csak azért csináljuk, még egyszer mondom, hogy politikailag, hanem így áll össze az embereknek a mentalitás, ez fontos, hogy ezt kell felfogni. Mikor az emberek egyformán gondolkoznak nagyjából, akkor jobban összetartsák őket. Már falunapok vannak nekünk együtt, meg stb. Ez úgy van, mintha már lenne valamilyen formában. Ez csak legitimizálni kéne ezt az egész dolgot. De viszont van egy másik. Mi felkértük Szalókát Eszenyt annak idején. Ők nem úgy döntöttek, hogy nem, de most már gondolkoznak, mi ezt megcsináljuk így, ahogy van, és utána a törvény megengedő, lehet csatlakozni. Ott már nem kell újból csinálni semmi procedurát, hanem beadják az igényt, hogy akarnak hozzánk csatlakozni, mert összerántjuk a közgyűlést, és a közgyűlés rábólint, akkor csatlakozhatnak hozzánk. Mi azt akartuk, hogy Szalóka, Eszeny, Csongor, ez a régió lett. Így is ebben a 4 településből nekünk lesz 11.400 ember körül. Ez nagy hromádának számít már. Mert 5.000 így nem nézik már. 5.000 már elfogadható hromáda. Nekünk meg 11.500 itt ott annyi lesz. Ez nagynak számít, ahogy már. Hogy minden tényező, ha azt veszük, hát meg megnézni az infrastruktúrát, nagy Dobronyt. Van saját tűzoltóságunk, amit mi építettünk 1,5 millió grívnyáért. Fonérgyár, kombingyár, erdészet, piac, a Sting, a 3 ász, a 2 hotel,
itt sok minden van, amit az embereknek ki nem kell menni a faluból, és itt mindent megvehetnek. Itt minden ilyen. Nagy ez a falu, sok minden van benne. Középiskola, gyönyörű óvoda. Megépült most a szakközépiskola, amit Magyarország épített. Szeptemberétől indul be, talán 16 vagy 17 szakmát fognak tanítani ott, ilyen munkásszakmákat megkezdve. Géplakatostól, pincérek, meg stb., ami kell minden nap az embereknek. És arra adnak diplomát is, amikor bevégzik. Ez is nagyon jó. Itt a gimnázium, a református. Hatalmas, egy nagy monstrum ez a gimnázium. És most, hogy megcsinálták, hát ez csodálatos. Az óvodába belül megcsinálták, szintén a magyar pénzre. Itt a magyar ház. Lehetne sorolni, meg sorolni, mi minden van itt Dobronyban. Hál' Istennek sikerült az út, gyönyörű útonk van, még szerencsére, hogy tavaly megcsinálták, az idén már nem lett volna. Úgyhogy így áll a bál. Igyekszünk, hogy hát reméljük, hogy sikerülni fog nekünk ez. Nagyon reméljük. A polgármestereknek félre kell tenniük személyes ambícióikat a magyar közösségek érdekében. Véli Babják Zoltán Beregszász első embere. A települések összevonásával ugyan polgármesteri székek szűnnek meg, azonban nagyon erős kistérségek jöhetnek létre. A polgármester szerint a települések összevonásakor a nemzetiségi összetétel mellett gazdasági szempontokat is fontos figyelembe venni. Az újonnan alakuló kistérségeknek ugyanis életképeseknek kell lenniük. Az új közigazgatási egységek nagyobb gazdasági pénzügyi önállóságot kapnának Kijevtől, ezt a lehetőséget pedig ki kell használniuk. Beregszász a Kárpátaljai Magyarság kulturális, gazdasági, politikai központja is egyben. Mi a helyzet a közigazgatási reformmal? Hol tart Beregszász kapcsán a közigazgatási reform? Milyen települések csatlakoznának? Hol tart az egész folyamat? Kifutási ide ennek a programnak már lassan több mint 2 év, és mindjárt úgy látjuk, hogy vannak, akik érdekeltek, vannak, akik nem érdekeltek ebben. Egy biztos, a központi hatalomnak volt egy deklaráció, ami alapján mindenben segíti az olyannal létrehozott gromadáknak a működését, nem csak jó szóval, hanem cselekedettel is, és pénzügyi támogatással is. Beregszászi önkormányzat hozott egy határozatot, mi alapján a polgármestert feljogosították arra, hogy vezessen tárgyalásokat a szomszédos településekkel a csatlakozás kapcsán, és mi küldtünk levelet az összes szomszédos településünknek, akivel határos Beregszász, hogy hogyan látják és milyen feltételek mellett szeretnének hozzánk csatlakozni. Valakitől szóban, valakitől írásban kaptuk meg a válaszokat annak kapcsán, hogy ellenvetés nincs, de várjuk még azokat az elemeket, ami alapján pontosan be tudjuk határozni, hogy az infrastruktúrális fejlődésünkben milyen plusszal fog az járni. Tehát konkrétan a központi hatalom, a miniszteri kabinet milyen infrastruktúrális támogatást tud majd biztosítani nekünk arra, hogy egymást tudjuk továbbra segíteni. Tudni kell azt, hogy Beregszász működésének ugye szerves része a beregszászi járás, és természetesen közös pontunk van a vízellátási rendszerünkben, az ivóvízünk, a csatornázásunk az természetesen nem csak a várost érinti, hanem a járást is. Természetesen figyelembe kell vennünk olyan elemeket is, hogy az agráripar, ami ugye nem a városra jellemző, hanem egy járásra, természetesen az látja el élelmiszerrel a beregszászi lakosokat, tehát ezeknek a településeknek mindenképpen szerves köze volt Beregszászhoz. Kialakultak olyan falvak a 2019-es költségvetésében, hogy komoly problémát jelent még a helyi béreknek is a kifizetése. Én úgy gondolom, hogy ez a továbbiakban sem automatikusan fog megoldódni, hanem esetleg egymást erősítve, egy új gazdasági modellt felépítve tudjuk majd működtetni úgy, hogy Beregszász és a környező falvak is előnyösen tudjanak majd szerepelni. Szeretném aláhúzni azt is, hogy
első lépében mi úgy gondoltuk, hogy ha rajtuk múlik, akkor Makkos Jánosival és Kigyóssal szerettük volna elindítani ezt a folyamatot. Mind a két falu vezetősége jelezte, hogy hajlandók velünk együttműködni. Természetesen a testületülést még ebben a témában nem vezették le, nem kaptunk ezzel kapcsolatos határozatot. Mi úgy gondoljuk, hogy lehetséges megvárnunk azt a modellt, amit a központ fog esetleg majd lenyújtani számunkra a hromádák létrehozásában, amiben ugye a beregszászi járásnak két hromádája lenne, az egyik a Bátyú és a másik pedig Beregszász központjával. Mind a két modell életképesnek tűnik az adott helyzetben. Én azt látom, hogy nem mindenképpen hajlandóak az önkormányzatok vezetői az adott helyzetben, még a választások előtt, az önkormányzati választások előtt megváltoztatni azt a struktúrát, amiben most dolgoznak. Nyugat-Ukrajnában nem olyan tempóban működik ez a decentralizáció, mint központon vagy délen, és lehet, hogy ennek abban is pontos szerepe van, hogy picit kilátástalabbnak látják a gazdasági helyzetet. Én úgy érzem, hogyha egy erős gazdasági modell az infrastruktúrás fejlesztésre, konkrétan mondom például egy Makkos János és Beregszász közötti bicikliút, a közvilágítás teljes körű lefedettsége biztosítva lenne, akkor ez mind a két település számára ugyanúgy fontos lenne. Többek között azt is fontosnak tartom, hogy a falvak, amilyen költségvetéssel rendelkeznek, ezeknek egy jelentős részét természetesen csak azoknak a falvaknak a fejlesztésére kellene és kell költeni, aki ezt a pénzt akkumulálni tudta. Biztos vagyok benne, hogy ezeket az alaptételeket mi az úgynevezett alapszabályba, a statútba ezt le tudjuk majd írni, és be is tudjuk majd tartani azokat a feltételeket, ami szerint majd egyesülni tudunk. Egy biztos, Beregszász kész az egyesülésre, és arra is kész, hogy amúgy is nem kevés problémáinkat még tetőzve, még globálisabban átlátva a dolgokat, tudjunk úgy esetleg közösen pályázni és ugyanúgy közösen találni támogatásokat arra, hogy civilizált 21. századnak megfelelő infrastruktúra legyen Beregszásznak és a környező falvaknak is. Hangsúlyozom, hogy a szilárd hulladék és a beregszászi vízellátás két olyan elem, amit nem tudunk úgy kezelni, hogy csak Beregszász problémája. Én azt szeretném, hogy a környező falvakban ugyanúgy az ivóvíz, aminek a minősége az adott helyzetben a falvakban nagyon sok kifogást von maga után, és a szilárd hulladék problémájának a kezelése is nagy gondot jelenten abban az esetben, hogyha minden falunak saját szemétlerakót kellene építeni. Ezért kell inkább akkumulálni az energiánkat, és megtalálni azt a forrást, amivel egy központi, korszerű szelektálót tudunk majd építeni, amiből még esetleg újra hasznosítható elemeket is tudunk majd kihozni. Én számítok a kormányzó támogatására. Mai napon tudtunk néhány szót váltani ebbe a témába. Természetesen a stratégia marad, és építjük tovább a decentralizációs folyamatunkat. Természetesen kulcsfontosságú szerep az a megyei tanácsnál is van. Én úgy tudom, a következő ülésre több verzió is fel lesz terjesztve, majd látjuk azt, hogy megyei képviselők milyen formában látják ezt az együttműködést, és milyen modellt szánnak azokra a térségekre, ahol ők képviselik a lakosságot. Én biztos vagyok abban, hogy ezt a folyamatot nem lehet megállítani, és a decentralizáció az tulajdonképpen pénz meg takarítást is jelent egyik oldalról, másik oldalról pedig egy erősebb olyan forráslobbit jelent, hogy nem a falvak külön próbálják ezeket az energiákat feltárni és bevonni, hanem mi közösen úgymond esetleg az új testületre és az új végrehajtó bizottsággal meg tudjuk magunkat erősíteni, ezzel együtt mindent úgy építeni, hogy az itthonmaradási akarat az töretlen maradjon, és szeretnénk, hogy úgy építeni a jövőt, hogy pontosan lássuk azt, hogy milyen közigazgatási rendben tudjuk majd a következő költségvetésünket, vagy a 2020 utáni költségvetésünket felépíteni.
Mennyivel nőne meg a jogköre az újonnan megalakuló egységeknek? A tisztánlátás kedvéért miért tudnunk kell azt, hogy az adófizető a decentralizáció folyamat bevezetése után nem fog több adót fizetni. Adó ugyannyi lesz. Véleményem szerint a költségeinket lehet mérsékelni, csökkenteni, és ami a mostani adminisztratív reformban érezhető az, hogy a szubvenciós támogatás, tehát a csatlakozás utáni támogatásoknak a méretaránya ugye nagyon fontosan lesz majd kezelve abban az ügyben, hogy egy bizonyos település hajlandóságot mutat, vagy nem arra, hogy mégis csatlakozzon hozzánk. Én egy ideális modellt úgy tudok elképzelni, hogy az elkövetkezendő 4-6 évre meghatároz egy olyan összeget a központi költségvetés, konkrétan a miniszteri kabinet, amivel az újonnan csatlakozott települések közötti infrastruktúrát tudja majd modernizálni, és ezzel együtt úgy, hogy Beregszásznak megvan a saját főépítésze, megvan a saját karbantartó vállalata, megvan a saját kommunális kezelővállalata. Ezzel együtt nem csak a város területén tudunk majd érvényesítést szerezni a munkánknak, hanem tudunk kiterjedni azokra a településekre, akik hajlandóságot mutatnak abban, hogy együtt dolgozzanak velünk. És én szeretnék biztatni minden polgármestert, minden falusi képviselőt, hogy bizalommal viszonyuljanak ez a kérdéscsoporthoz, mert úgy érzem, hogy ez a reform ez nem egy általunk, nem az ukrán kormány által, nem a megyei közigazgatási által kitalált folyamat, algoritmus, hanem ezt egy európai modell alapján szeretnénk felépíteni, nem azért, hogy megszűnjenek az adminisztrációk, hanem azért, hogy még demokratikusabban, átláthatóbban és kevésbé függve a központtól tudjunk érvényesítést találni az oktatási intézményeinkre, az egészségügyi intézményeinkre, és természetesen arra a közigazgatásra, amit ezután az önkormányzat vállal át, és természetesen a feladatkörök nem szűkülnek, hanem bővülnek, de lehet, hogy kevesebb ráfordítással tudunk majd hatékonyabban együttműködni. Kárpátalján az ukránok mellett magyarok és románok is nagy számban élnek, ami tovább bonyolítja az új közigazgatási egységek kialakítását. Ukrajna területének 60%-án már létrejöttek az új kistérségek, Kárpátalján ez az arány mindössze 5%. A kárpátaljai magyarság szempontjából létfontosságú, hogy a magyar települések egy közigazgatási egységet alkossanak, ne szabdalják fel és ne csatolják őket ukrán településekhez, az ugyanis felgyorsítaná az asszimilációt. Kárpátalján az a véleménye, hogy elsősorban meg kell tartani egy Beregszász központú járást, amely egyesítené a többségében magyar adta településeket, illetve az adminisztratív reform során figyelembe kell venni a vidéknek az etnikai összetételét is. Azt szeretnénk, hogyha a magyar községek minél nagyobb és életképesebb kistérségekbe egyesülnének, azonban ez természetesen a községeknek a dolga, hiszen, mint tudjuk, a törvénynek megfelelően a kistérségek létrehozása az önkéntes alapon történik. Eddig Kárpátalján ez a folyamat eléggé lassan zajlott, hiszen a megyei közgyűlés a távlati tervet nem fogadta el, jelenleg erről tárgyalások folynak, és reméljük azt, hogy szeptember 20-ai közgyűlésen ezt a tervet elfogadják, és ez a terv meg fog felelni a kárpáti magyarságnak az elvárásainak is. Kijev előreláthatóan nem áll meg a települések összevonásánál, következő lépésként járásokat is egyesítene, így Kárpátalja 13 járásából mindössze 4 maradna, szétdarabolva ezáltal több magyar régiókat. Milyen szerepet tölt be a megyei tanács ebben az egész átalakuló folyamatban, a közigazgatási reformban? Mit kell jóvá hagyni a megyei tanácsnak? Milyen jogköre, feladatköre van a reform végrehajtásában a megyei tanácsnak? Kijev felpörgetné és fel is pörgeti, mégpedig azonoknál fogva, hogy az új elnök és valószínűleg az új parlament is, és az új hatalom is, ami Kijevben, illetve Ukrajnában alakul, támogatja ezt a reformot, a hatalom decentralizációját és azon belül az adminisztratív, tehát a közigazgatási reformot. Az országban előre haladott állapotban van, az ország területének több mint 60%-án már létrejöttek a kistérségek. Ehhez képest Kárpátalja nagyon lemaradt, hiszen
itt csak az 5,7%-án, tehát egy 10-szeres lemaradás van, aminek különböző okai vannak, amelyekre nem akarok kitérni, de viszont már itt is felpörögtek az események, tehát miután itt is a megyei közigazgatási hivatalnak egy új vezetője lett, megváltozott a helyzet, és most sokan foglalkoznak ezzel a reformmal és a kistérségek megalakításával. A megyei adminisztrációnak, közigazgatási hivatalnak a feladata az, és a kompetenciája az, hogy benyújtsa a megyei adminisztrációnak a kistérségek kialakításának perspektívikus tervét a megyében. Ez eddig is így volt, de eddig az adminisztráció ezt nem adta be, éveket késlekedett vele, mi pedig nem tudtunk mit megvitatni és elfogadni. Most viszont az adminisztráció, amelyben létrejött egy munkacsoport, amelynek feladata volt ennek a tervezetnek a kidolgozása, elvégezte a dolgát, és augusztus 23-án hivatalosan beadta a tanácsnak. A tanács pedig elkezdett vele foglalkozni. A mai nap során sor került a közigazgatási hivatal új elnökének részvételével, illetve a szakemberek részvételével a megyében működő, létező 6 képviselőcsoport vezetőinek, illetve képviselőinek közös ülésére, amelyiken is ezt a tervezetet megvizsgáltuk, egy kicsit megvitattuk, és észrevételeket tettünk hozzá. Ez még csak a munkának a kezdete, tehát semmi olyan határozat nem történt, hogy ezt a beadványt elfogadtuk volna, hanem észrevételeztük, illetve megbeszéltük, hogy mindenki elmegy, és a maga képviselőcsoportján belül a többi társával ezt megvitatja, figyelembe véve a helyi közösségeknek az akaratát és érdekeit. Konkrét javaslatokkal jönnek majd elő. A következő ülés, ami valószínűleg jövő héten sor kerül, ennek a folytatása lesz, tehát ha már konkrét javaslatokkal jönnek, és azokat fogjuk vitatni és egyeztetni, hiszen az lenne jó, hogyha a képviselőcsoportok álláspontjai közelednének egymás felé, és jó lenne a konszenzusos alapon, de ha nem, legalábbis többség révén elfogadnánk a tervezetet. Ez a tervezet azért fontos, mert ugyan a kistérségek létrehozása kimondottan csak alulról jövő kezdeményezéssel és a közösségek akaratából és kezdeményezésében jöhet létre a törvény szerint, amely pillanatnyilag hatályban van. Azonban elképzelhető, hogy az új parlament, amiatt, hogy ezt a folyamatot gyorsan be kell fejezni, hogy ki lehessen írni már az új közigazgatási rendszerrel Ukrajnában és rendel Ukrajnában a önkormányzati választásokat, ami a tervek szerint és a még hatályban lévő törvény szerint jövő év október végén esedékes, azonban elképzelhető, hogy előrehozott választások lesznek, hogy addigra kialakuljanak ezek a közigazgatási egységek, tehát létrejön Ukrajna egész területén mindenütt a kistérségek, így Kárpátalján is, hogy addigra ez a folyamat befejeződjék. Hogyha ez nem megy önkéntesen, mert nem megy, akkor valószínűleg a törvényben olyan módosítást eszközölnek, hogy szabnak egy határidőt, hogy meddig lehet önkéntesen, ha viszont addig ez nem történik meg, akkor a kormány határozata alapján az önkormányzatok, a megyei önkormányzatok által elfogadott perspektívikus terveknek megfelelően létrehozzák központilag ezeket a kistérségeket. Tehát nem mindegy, hogy mi van ebben a tervezetben, mert utána már úgy lesz, ahogy a tervezetben van. Addig még lehet attól eltérő kistérségek létrehozásában is gondolkodni, és azokat realizálni, megvalósítani. Úgyhogy felelősséggel kell, hogy viszonyuljunk ehhez. Egyelőre ott tartunk, hogy mindenképpen akarjuk tudni, hogy a közösségeknek mi a gondolata, mi az észrevétele ezzel a tervezettel kapcsolatban, hol van egyetértés és rábólintás, hol van ugyanilyen akarat, és hol ez nem egyezik, hogy ott megpróbáljuk nyilván a közösség érdekeit képviselve módosítani ezt a beadott tervezetet új módon, hogy az megfeleljen a mi igényeinknek. Az adott esetben mi a KMKS frakció, a kárpátai magyarság érdekeit képviseljük elsősorban, ezért itt a mi érdekeinket úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy, mindenképpen jó lenne, hogyha ez önkéntesen történne, mindenképpen elvárjuk azt, hogy a magyarok által többségben lakott települések egyesüljenek olyan kistérségben, amelyben újra többségben lesznek, és így saját maguk alakítják majd a jövőt és a sorsukat, nem pedig kisebbségbe kerülnek egy olyan kistérségben, ahol most a gyermekként kezelik majd őket, és így hátrányt fognak élvezni, illetve hát nem élvezni, hanem szenvedni inkább.
Illetve a következő, hogy a kistérség megalakulása után nyilvánvalóan a járások határa is módosulnak, ez központilag már eldöntött kérdés egyébként, és a tervezet szerint a meglévő 13 járásból Kárpátalján csak 4-et akarnak meghagyni, Ungvár, Munkács, Huszt és Técső vagy Rahó központtal, ami számunkra teljesen elfogadhatatlan, hisz így a Kárpátalján élő magyarság valójában mind a 4 járásról szétbontva, de a kompakt módon lakott terület is 3 járásba kerülne szétszórulva, és mindenütt kisebbségbe kerülne. Beregszászi járásban, ahol most többségben vannak ők is, a többi járásban, ahol kisebbségben vannak, még nagyobb kisebbségbe, mindenképpen hátrányos helyzet, ezért a mi óhajunk és elvárásunk, és gondolom, hogy a megyei tanács egy ilyen határozott beadványt majd Kijev felé elfogad, hogy ne 4 járás legyen, hanem 5, mégpedig az 5. Beregszász központtal, és ez a Beregszász központú járás magába foglalja majd azokat a kistérségeket, amelyekben a magyarság többséget képez. Ez számunkra nagyon fontos lenne, sikerül, nem tudom, mindenképpen megpróbáljuk. Nagyon jó lenne, mert a kárpátai magyarság megmaradása szempontjából és érdekeinek könnyebb, hatékonyabb érdekképviselete szempontjából ez nagyon fontos lenne. Hogyan tapasztalják a magyar lakta területeken, már kialakultak azok a közigazgatási egységek, hromádák idézőjelben, amik már ki kellett, hogy alakuljanak, vagy van még valamilyen mozgás e téren? Hogyan tapasztalják? Még nagy mozgás van ezen a téren, tehát sajnos még nincs is mindenütt egyetértés. Ez talán a legnagyobb gondunk, mert felvállalni csak azt tudjuk, amit tudunk, hogy mi. Tehát, hogyha nekünk konkrétan benyújtják azt, hogy mi ezt szeretnénk, és ez egy közösség igénye, vagy ez néhány közösség közös igénye, akkor mi itt a megyei tanácsban képviselők, akik képviseljük az emberek, a közösségek érdekeit, ezt fel tudjuk vállalni, és ezért lobbizunk, ezért küzdünk, és vagyunk olyan helyzetben, hogy van jó esélyünk a sikerre is, az eredményre is, a pozitív eredményre is. Ha azonban nem tudjuk, hogy mit akarnak helyben, akkor mit tudjunk felvállalni, akkor vagyunk bajban. És sajnos sok esetben ez még így van, tehát azt tapasztaljuk, hogy még nincs kiforrott terv, nincs egységes akarat, hanem még vannak viták, még vannak egyeztetések, egyezkedések, és ezt nagyon gyorsan le kellene zárni, mert ellenkező esetben itt az itteni küzdelmek megvívásában mi azzal fogunk alulmaradni mindenki mással szemben, hogy nem tudjuk, hogy miért kell küzdeni, tehát nem tudjuk, hogy miért kell kiállni, mert nem akarunk olyasmiért küzdeni, ami esetleg nem felel meg a közösség akaratának, vagy később mondják meg, hogy de mi nem így akartuk. Tehát szeretnénk hallani, és ezt papíroson is látni, leírva, törvényes határozatával egy önkormányzatnak, vagy több önkormányzatnak, hogy ők mit szeretnének, hogy azt mi fel tudjuk vállalni. Még ez mozgásban van, forrásban van, de nagyon gyorsan kellene kifúrni és kikristályosodnia, reméljük, hogy ez meg is fog történni. Az ukrajnai közigazgatási reform célja, hogy gyengítsék a központi hatalmat, Kijevet, illetve mérsékeljék a korrupciót is. A központi költségvetési pénzek ugyanis a megyei és járási hivatalokat kihagyva egyenesen az újonnan megalakuló kistérségi társulások számláira kerülnek majd. A települések egyesülése egyelőre önkéntes folyamat, azonban szakértők szerint jövőre már Kijev dönt a végre nem hajtott összevonásokról. A 2020. októberére tervezett önkormányzati választásokat ugyanis már az összevonásoknak megfelelően akarják megtartani.